Köszöntöm a Völtségi Magazin nézőit, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következőkben. A völtségi települések értékei is bemutatkoztak. 18. alkalommal rendezték meg a Váraljai Kugló Fesztivált. Székely Magyar Nótaest a közösségépítés jegyében Tevelen. Segíti a tehetségeket nagymányok. A völtség települései szép számban képviseltették magukat a Tolna megyei önkormányzat értéknapján, melynek ugyancsak a kistérség egyik települése, Váralja adott otthont. Az eseményen völtség értékeit felkutató és kezelő bizottság külön elismerésben is részesült. Sok év telt el azóta, hogy a Tolna megyei önkormányzat először találkozóra hívta a megye településeit és arra kérte őket, hozzá kell azokat az értékeket, melyek jellemzik településüket, amikre büszkék. Az értéktár mozgalom ez alatt az idő alatt felfutott, olyannyira csúcsra ért, hogy ebben a tekintetben Tolna megye az ország egyik meghatározó térsége. Mégis vannak olyan önkormányzatok, akik bár kezelik és gyűjtik a település hagyományait, kulturális örökségeit, ezt a kezelőbizottságot a mai napig nem állították föl. Az idei értéknap abban is különleges volt, hogy többen először érezték szükségét annak, hogy részt vegyenek ebben a közös ünneplésben. Sütöttünk egy kis kakasdi süteményt, aminek az érdekessége, hogy a kakasdi faluház található rajta. Kakasdon a székelység és a németség van jelen, és az ő jelképeiket igyekeztük a standunkon megjeleníteni. Tényleg igyekeztük összeszedni, hogy Kakasdon a jelenlegi helyzetet és a múltat is. Tehát található kakasdi kürtös kalács, kakasdi jógor, kakasdi méz. Most hátra kell néznem, mert olyan sok mindenünk van, amit az utóbbi időben megvalósítottunk, és ahhoz kapcsolódó sajátosságok. Van a kakasdi svábkonyháról egy könyvünk, és ezt igyekeztük mindit bemutatni. Cikon számos olyan érték van, melyet tovább kell adni. A terv az, hogy rövidesen ennek kezelésére létrehozzák az értéktárbizottságot. Nagyon sok épített értékünk is van, amit szeretnénk felvetetni. Az egyik ilyen például a cikói jótemplom, és hát ez, ennek kivitelezése folyamatban van. Keressük hozzá a megfelelő embereket, akik ezt szívügyüknek érzik, és szeretnék ezt továbbadni. Cikó egy kis település, fontosak a hagyományok, és ezek által össze tudjuk kovácsolni az embereket és a település lakóit. És ez miatt is nagyon összetartó a településünk, úgy érzem. A kismányokiak a tündérkert népszerűsítését tűzték ki célul. Emellett a településen máig élnek olyan hagyományok, melyek évtizedek óta ritmust adnak az itteni életnek. A hagyma termesztésnek a hagyománya, az a standunknál látható is egy hagyma tál, amiben palánthagymák vannak elültetve. Mellette van az a hagyma, ami egyelőre a júniusra ennyire nőtt meg, ez szeptemberig szép nagy lesz, és az az érdekessége ennek a hagymapalántnak, hogy még Bukovinában a nagyszüleink, az őseink ezt termesztették. Onnan mentették meg a hagymamagot, és azóta is vannak családok, akik ezt féltve őrzik, és minden évben újra ültetik, és az az érdekessége, hogy elszórjuk a magot egy ágyásba, és utána kipalántázzuk. De a palántázásnak is van egy fortéja, hogy a gyökerét lecsípjük, meg a szárát lecsípjük, és úgy, hogy az majd látható, hogy mint kismányok érdekessége. Ebből most elárulom, van egy olyan tervünk is, hogy a továbbiakban van egy nagyon alkalmas patakmenti kis földdarab, amin 30 évvel ezelőtt is már mi is termeltünk hagymát, és én ott szeretném, hogy a gyerekekkel elkezdünk egy ilyen hagymatermesztést, és későbbiekben egy hagymafesztivállá fogjuk ezt majd bővíteni. A hagyományok ápolása fontos minden településen, mondta Szűcs Sándor Zomba polgármestere. Az ő tapasztalata az, nehéz megmozdítani az embereket az értékmentés ügyéért. Mindazok, akik ezt megtették, azok jól tették. Remélem, hogy egyszer beindul majd nálunk is az, hogy mindazokat az értékeket, amire büszke lehet Zomba, és ami tulajdonképpen a jelenét adja, ugye ez mindig a jelent, a múlt adja, a jelen megépíti a jövőt, szoktuk mondani, ezeket valahol meg kellene őrizni. Nagyon sokszor el szoktam mondani az idősebb korosztálynak,
hogy részben az ő felelősségük az, hogy azokat az értékeket a fiatalkornak nem adták át, ami valamikor az ő számukra természetes volt, ma meg értéknek számít. Ezt kellene gyakorolni, azt hiszem, hogy minden településen. Az apadhantiak másodszor jöttek el a megyei értéknapra. Az értékfeltárás folyamata itt is kezdeti lépéseken van túl. Hoztunk borokat, mézet, barackot, illetve saját termékeket, amiket mi állítottunk elő, mint például az apadhanti logó, amit most láthattok. Úgyhogy nagyon lelkesen jöttünk a mai napra, és még nagyon sok feladat áll előttünk egyébként a következő időszakban is. Na, azt tapasztalom, hogy tavaly még kis létszámmal jöttünk, most már egyre többen szeretnének velünk jönni a rendezvényre, mindenki mondja, hogy hozzuk el az ő termékét, mutassuk be, úgyhogy szerintem ez csak fejlődni fog az évek során. Szerintem abszolút közösségkovácsoló hatása van, mert mindenki rak hozzá valamit a sajátjának érzés, ez nagyon fontos. Az idei Váramegye program célja az értékek megmutatása mellett a közösségek megerősítése is volt. Az látható, hogy a településeken azok, akik értik ennek fontosságát, összefognak, és ennek a folyamatnak pozitív hatása van a falu jövőjének kialakításában. Immár 18. alkalommal rendezték meg a Várajai Kugló Fesztivált. A hőség ellenére is sokan látogattak el a parkerdőbe. A rendezvényen volt minden, ami a fesztivál hangulathoz kell. Körhinta, játékok, csillámtetoválás, különféle árukat és ételeket kínáló bódék, illetve a színpadi műsorokkal is szórakoztatták a résztvevőket. Édes fahéjas illat csábította az embereket a várajai parkerdőbe, ugyanis ez a csodás terület adott otthont a már hagyománynak számító Kugló Fesztiválnak. Idén már 18. alkalommal rendezték meg a programot, ami egy egyszerű falunapból nőtte ki magát, országosan is ismert rendezvényé, mondja Szíbert Éva polgármester. A Kugló Fesztivált most már nagyon sok éve rendezi meg Várai a települése. Tudni kell róla, hogy az egész fesztivált a várajai lakodalmas Kuglóf köré építettük fel, ugye, ami egy nagyon jellegzetes helyi lakodalmas Kuglóf. Ilyen Kuglóf más településen nincs. Van mindenféle más színes Kuglóf, mazsolás Kuglóf, de ez a konkrétan, ez a fajta Kuglóf, ez csak itt várajai lakodalmakba lehetett enni. Gondoltuk, hogy nem én, hanem az előttem lévő polgármester, Filcinger Ágnes és Potápi Árpád Jánosnak is nagy szerepe volt abban, hogy kitalálták azt, hogy ezt a lakodalmas, várajai lakodalmas Kuglófot ezt köré fel kéne építeni egy fesztivált. Volt a faluba akkor már Juniális néven futott, illetve Falunap valamikor régen, és akkor ők megálmodták, hogy akkor legyen Várajai Kugló Fesztivál. Fesztivált reggel 8 órakor egy horgászversennyel kezdtük, illetve 9 órától zajlik a főzőverseny, amelynek az értékelése éppen most zajlik. Mivel 2 óra van, most indulnak éppen a színpadi műsorok, jelenleg a Fecske báb együttesnek a műsora zajlik a színpadon. Könnyűzenei, vagyis hát tánccsoportok lesznek, néptánccsoportok, a zombaiakat fogjuk látni, első körben a Bonyhádi Völcség néptánc együttes fog fellépni. Illetve 16 órakor lesz egy mulatos blokk, MC Haver és a Teknő fogja ide csábítani a közönséget, gondolom már elég népes számban részt fognak venni ezen a mulatos zenét, sok embert ide szokott csalogatni. Utána ismét néptánc együttesek fognak felépni, köztük a Szekszádi Bartina együttes, a Magyar Egregyiek fognak, illetve a Zombai Roma Tánc Együttes fog műsort adni nekünk. A fő attrakciót a lakodalmas Kuglóf tésztáját gyúrják az asszonyok, de bárki csatlakozhatott és kipróbálhatta a dagasztást. A sütemény története egészen régi időkre vezethető vissza, amikor 3-400 fős lakodalmak voltak a faluban. Ilyen alkalmakkor legalább 200 kuglófot készítettek. Valamikor régen beszivárogtak Várajára a bánya miatt német lakosok, és ugye azok, mikor megházasodtak, akkor hát hozták a feleségüket, a feleségük hozta magával a cserép kuglófsütőt, és a későbbi időkben a bányamunka során kialakult barátságok és komassági viszonyok létrehozták azt a körülményt, hogy a cserép kuglófsütőbe a kalács tésztát már nem kalács formába, hosszúkásba rakták be ugye a tepsibe, hanem gyönyörűen megformázták, és tényleg, mint egy ünnepi ételt,
kuglóf sütő formába, föltekerve, megcsavarva helyezték el. A tölteléke is megváltozott, ebbe a formában már nem diós és mákos kalácsot sütöttek, hanem fahéjas cukrot kevertek, amit egy nagyon kevés kakaóval megszíneztek. Erre a tészta alapra még mazsolát szórtak, amit ugye előzőleg tejbe vagy rumos vizes állapotba megáztattak és kinyomkodtak. Ma ugyanígy készítjük ezt a finomságot, úgyhogy most éppen a tésztának a dagasztása történik, ami elég hosszadalmas időt vesz igénybe, és utána, mikor a tészta egy jó óra hosszát megpihent, akkor fogunk vele újra foglalkozni, akkor történik majd a szakítás. Mai esetben a tegnapihoz hasonlóan 54 kuglófot fogunk elkészíteni. Az előbb is jött a hangarnak. Amikor a tésztánkat elkészítettük, akkor kipihentettük, utána lesz egyesével kimérve, 70 dekát számítunk egy kuglófra, és amikor a tészta megkelt, akkor ki lesz nyújtva, és meg lesz töltve a töltelékkel. És akkor utána lesz felcsavarva, mint a kalács, és utána következik a tekerés, illetőleg a következő csavarás, aztán a kizsidozott kuglóf sütő formába ismételten pihentetni fogjuk a tésztát. És amikor a kuglóf sütő tele lesz tésztával, na akkor megy a pékségbe a tészta, és akkor készül el az az utolérhetetlen lakodalmas kuglóf, ami a régi tradíciót mutatja, hogy ugye a németek által Várajára behozott sütőformába, ezzel a fahéjas töltelékkel megbolondítva, ez a lakodalmakba a két népcsoportnak az összetartozását és egyre inkább való összetartozását is szimbolizálja. Tehát ezért erre most már közel 20 éve, hogy kuglófesztivált alakítottunk, vagy alapítottunk, és ezt azóta is csináljuk, úgyhogy tegnap is csináltuk, és ma is. A székely magyar nóta volt a középpontjában annak a jó hangulatú rendezvénynek, melyet a Teveli Székelykör szervezett meg. A lebonyolításhoz a Bethlen Gábor kezelő alap pályázati forrását is igénybe vették. Mucsfa, Kisfejke, Tamási, csak egy néhány azon települések közül, ahonnan érkeztek a vendégek a rendezvényre. Nyári Tamás Primás zenekarának kíséretében az aranykoszorú díjas magyar nóta énekes Balázs Anikó lépett elsőként a Teveli Közösségi Ház színpadára, amelyet a helyi székelykör szervezett meg közösségépítő céllal. Mai délutánt úgy gondoltuk, hogy legyen egy kellemes és egy hasznos délután, ami azt jelenteni, hogy a székelykörünknek a fő tevékenysége a népdaléneklés. Úgy gondoljuk, hogy a magyar nóta az nagyon közel áll hozzá, és emberi közösségeket hoz össze. Gondoltuk, a népdal, meg a nóta egyik hasznos, a másik meg mulatos legyen. Ebből az apropóból szerveztük meg, és külön része lett a szervezésnek, hogy határon innen, határon túl, tehát erdélyi fellépők és magyar nóta énekesek szerepelnek egy műsorban. Ez a műfaj az idősebbeket vonza jobban, de azért reméljük, hogyha újra föléled, a fiatalok is megtalálják benne a szépséget, a mulatást. A magyar kormány támogatása is kellett hozzá, illetve a helyi egyesület kis pénze köl hozzá, hogy ezt a rendezvényt meg tudjuk valósítani, mert nem titok, hogy ugye a külföldön jött a mai üzemanyag árak mellett úti költségbe, illetve több énekes csak eljött baráti alapon, ismerettség útján. Hát inkább a stílus alapján, de elsődleges szempont azért az volt, hogy lehetőleg magyar, illetve határon túli énekesek szerepeljenek. Próbáltunk ismertebbeket, meg próbáltunk ott, akik kötődnek hozzánk. A nótáról ritkábban szól, mert ugye mi fő profilunk a hagyományőrzés, a néprajzunk, és hát ugye a népdal. Ugye a nóta az egy picit ennek a perifériáján él, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon összekötő ereje van. Remélem, hogy az rendezvény, mint említettem, határon innen, határon túl tovább erősíti a kapcsolatot, mert azok a fellépők, akik jönnek az erdélyi falvakból, azok ugye nem csak ide jönnek és műsort adnak, hanem továbbra is maradnak, kapcsolatok alakulnak ki és élednek föl, vagy lesznek újak. Egy nyári szűk emlék, nyár este volt, pacsirta szólt a fák,
a teveli székelykör székely magyar nóta estjén, mint hallhattuk, helyi gyökerekkel rendelkező énekes is színpadra állt, aki örömmel tette leget a felkérésnek. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sok helyen énekeltem, de tényleg valójában, ahol az ember született, és én itt nevelkedtem, amíg ugye el nem mentem innen a munkahelyem miatt Szekszárdra, nagyon-nagyon boldog vagyok. És már csak azért is, mert olyan dalokat énekelhetek és nótákat, amik szívemből jönnek, és amit édesanyámtól is hallottam. Pontosan ez miatt, ahogy épp az előbb említettem, hogy édesanyám nagyon sok székely népdalt énekelt nekem, és nagyon sok magyar nótát hallgattunk abban az időben, és én úgy gondoltam, hogy a székely és a székely nép révén gondoltam arra, hogy válogatom ezt a sok-sok szép dalt. A megjelentek létszáma tanúbizonysága arra, hogy a magyar nótának van még létjogosultsága. Az Erdélyből érkezett énekes elképzelhetetlennek tartja az életet a magyar nóta és a székely dalok nélkül. Indított a lélek, hogy itt legyek, tehát nem azért jöttünk, hogy itt kell lenni, vagy eleget kell tenni egy felkérésnek, hanem indított a lélek, hogy együtt legyünk a mi testvéreinkkel, itt tevelen, és gondolom, hogy szívem, lelkem legmélyebb mély bugyaiból olyan nóták fognak kikívánkozni, amelyek boldoggá fogják tenni az itt levő vendégeket, barátainkat, és osztozni fogunk a magyar nóta örömében, tudván, hogy a magyar nóta az a szív dala, a lélek fóhásza, a nemzeti vér lüktetésének legszentebb muzsikája, és úgy, ahogy látjuk, az a nemzet, amelyik nem dalol, az nem is él, az a nemzet, amelyik dalol, az él. Hát mindig, amikor kijövök a színpadra, megvan egy bizonyos blokk, amivel készülök, mégis amikor ránézek az embereknek az arcára, ugye a lélek tükrébe, azért néha úgy veszem észre, hogy változtatni kell, hiszen egy vagy két nóta még belefér, amelyik sokkal melegebb lesz, sokkal nagyobb hatással fog bekopogni az itt ülő vendégek szíveinek, lelkeinek az ajtaján. Meg vagyok győződve, hogy hozzuk a magunk ízét, a magunk karakterét, a magunk személyiségét otthonról, Erdélyből. Székely nóták is lesznek, a Hargitáról, Csíkról, a Maros partjáról, úgyhogy meg vagyok győződve, hogy boldoggá fogjuk tenni az itt ülő vendégeket, és egy kellemes, maradandó délután fogunk varázsolni ide a teveli közösségnek. A teveli székelykör szervezésében megtartott székely magyar nótaest sikert aratott. A környező településekről is sokan érkeztek. Nagymányokon gondot fordítanak a helyi tehetségek gondozására. Ha mással nem is, hát azzal, hogy teret biztosítanak számukra a megmutatkozásra. Legutóbb egy fiatal hölgy, Ganszler Gabriella képeiből nyílt kiállítás a Művelődési Házban. A Nagymányoki Fúvózenekar tagjaiból álló kamara együttest hallják. A sor végén jobbra, a klarinétnál Ganszler Gabriella áll. De most nem azért gyűltek össze a kíváncsiak, hogy a zenei tehetségét csillogtassa a társai segítségével. Gabi a muzsikálás mellett a képzőművészettel is jó barátságban van. Nagymányokon bevett szokás, hogy aki tehetségesnek látszik valamiben, az megmutathatja azt a közösség előtt. Ezzel a kezdeményezéssel is erősíteni szeretné a település az összetartozás élményét, lehessenek büszkék saját településük fiataljaira. Gabi már mindennapjaiban Pesten él, gyógypedagógusként dolgozik. Tulajdonképpen már gyerekkorom óta szerettem rajzolni, viszont így az elmúlt 2-4 évben foglalkoztam ezzel így bővebben Budapesten, így szabadidőmben főként. Mit csinálsz? Szintén gyerekként kezdtem el tarulni, klarinétozni, aztán a 4. osztálytól a Nagymányoki Fúvószenekar tagja lettem, és így szerettem meg a zenét, és onnan lettek barátaim, és most felkértem őket, hogy erre különleges alkalomra tartsanak velem, és zenéljünk együtt. Nekem ez az első, nem gondolkodtam ilyesmiben soha, csak a barátaim meg a családom bíztattak, hogy próbáljam ki, hogy Mányokon van egy ilyen lehetőség, és vettem most a bátorságot, és kipróbáltam magam. Ki más is hívhattak volna a tárlat megnyitására, mint Gabi egykori tanítónéniét, Bauer Imrénét, aki egész korán meglátta a szunnyadó tehetséget a fiatal hölgyben.
De mindig szívesen dolgozott, mindig szép munkákat adott ki a kezek közül, és mindig motiválta, inspirálta többieket is. Én remélem, hogy tehetséges. Nagyon sok tanítványom került már fókuszba. Volt, aki könyvet írt, volt, aki a rajzzal, volt, aki énekelt. Tehát nagyon sok, és nagyon büszke vagyok rájuk. Boldogsággal a szívemben, és remélem, hogy a Gabi útja nagyon-nagyon szép lesz, és amiben belevág, az sikerülni fog neki. A művészet bármely formája hathat egy másikra. Így van ezzel Gabi is. A tánctól a zenén át a képzőművészetig mindegyfajta önkifejezés, amit szóban mondjuk nem tudunk elmondani, és ilyen szinten igen, ahol éri az embert, akár a zenén keresztül, akár rajzon keresztül, ott ki tudja fejezni önmagát. Talán az absztrakt formákból. A legtöbb, illetve a számomra kedves képek azok mind színesek, és a zenében is azt szeretem, hogy nagyon, nagyon változatos lehet. Volt már olyan, hogy muzsikálás közben jött meg egy alkotás alapgondolata, meséli. Ha zenét kell hallgatni, elsősorban klasszikus muzsikát részesíti előnyben, de persze kedv kérdése a dolog. Van, hogy kemény rock szól otthon, és olyan is, hogy a gyerekdalok vagy filmzenék miközben alkot. És hogy mi inspirálja arra, hogy ceruzát ragadjon? Sokszor a szenvedés valahogy, hogy ez segít kifejezni olyan dolgokat, amit amúgy nehéz lenne, és hogyha egyedül vagyok, akkor segít ezeknek a dolgoknak az áthidalásában. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!